estét kívánok! A hétvégén folytatódnak a labdarúgó NB1 küzdelmei, és azt gondolom, és ezzel egészen biztos, hogy nem vagyok egyedül, hogy jobban reménykedhetünk. Joggal reménykedhetünk egy nagyon szép tavaszban, hiszen egy fantasztikus őszt produkált a Molvidi FC. Nem csak a hazai bajnokságban, hanem az Európa Ligában, ugye 5 pont a hátránya a Ferencváros mögött a Molvidinek, ezt kell ledolgozni. Hogy ehhez mérten hogy sikerült a felkészülés, és hogy mi újság a klub házatáján, arról Kovács Zoltán, a Molvidi FC sportigazgatója beszél itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Hazatértetek, most már az utóbbi napokat már itthon töltöttétek, itthon Sóstón edzett a csapat, de hát felvetődik a kérdés, hogy milyen volt az edzőtábor Marbellán, hiszen Dél-Spanyolországban készült ezúttal is a csapat. Elsősorban mire tette Marco Nikolic a hangsúlyt, mert hogy egy meglehetősen hosszú őszi menetelés volt a csapat mögött. Hát nagyon jól sikerült, mondhatjuk, tökéletesen sikerült az edzőtábor, remek pályákon, nagyon jó időben telt a felkészülés, talán némi vírus okozta betegség hullám, hogy néhány stábtagon, illetve néhány játékoson végig söpört, de azt gondolom, ezek ilyen egy-két napos rohamok voltak, túl vagyunk rajta, hogy készül a csapat most már itthon Sóstón. Jó meccseket játszottunk, egy kisebb sérülés nehezítette a munkát, de amit már megszokhattunk az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag tényleg sérülés nélkül. Tehát ez az edzőtábor is, vagy ez az időszak is a csapat életében. Kísérült meg, és mi történt, ezt elárulod? Sós Becének sajnos az egyik edzésen egy ártalmatlan szituációban kifordult a bokája, de ő is a gyógyulás útjára lépett a kiszolgáló személyzetnek köszönhetően. Több felkészülési meccset is vívott ezúttal is a csapat. Melyik volt az, ahol mondjuk a leginkább élesebb volt a csapat, ahol már éles, ami már élesnek vehető? Tudom, hogy a felkészülési mérkőzés ez nem az, meg nem is elsősorban ezt a célt szolgálja, hogy megverjük az ellenfelet, de mégis melyiket emelnéd ki? Én nem is tudok kiemelni edzőmeccs. Az összes meccsünkre az volt a jellemző, ami egyébként az őszi meccseinken is, hogy mindegyiket meg szerettük volna nyerni. Volt, amit sikerült, de a legfontosabb a hozzáállás, az attitűd volt az, hogy a játékosok a számukra kirott egyéni feladatokat, taktikai feladatokat ellátták, csapatként is sikerült előrelépni ezeken a mérkőzéseken a saját játékában. Itt ilyenkor még inkább az ember a saját játékával tud foglalkozni, tehát egy edzőmeccs egyébként is azért érdekes mindig, mert ugye játszunk egy jó vagy jobb nevű külföldi csapat ellen, és két csapat a saját játékát próbálja, tehát nem egymásra készülünk, mint ahogy a bajnokságban, vagy éppen az Európa Liga csoportkörében is látható volt, hanem itt mindenki a saját magában van elfoglalva, hiszen mindenki a saját bajnokságára, hazai bajnokságára készül. Ezért is fontos, hogy tényleg sérülések nélkül meg tudtuk oldani. A legfontosabb, hogy megkapta mindenki a megfelelő percmennyiséget, terhelést, hogy mindenki készen álljon a rajtra, hiszen már szombaton is nagyon fontos mérkőzés következik ugye a Puskás Akadémia csapat ellen, és ugye 2-3 év után, vagy 2 év után megint a Magyar Kupában is ott vagyunk tavasszal, ami nagyon fontos kihívás volt nekünk. Az elmúlt 2 évben nem sikerült sajnos ezt a lécet átvinni, mind a kétszer levertük, ugye ez, örülünk neki, hogy 2 versenysorozatban vagyunk, mindenkinek jut majd elég perc, és mindenki bizonyíthat. Én visszatérve néhány mondat elég a Magyar Kupára, ugye mind a két csapaton revansot vettetek, mert ugye a Budafokot és a Vácot is kiejtettétek, és hát így jutottatok el, és a Taksony vár rátok, de erről majd később. Ugye két érkező, Elek Ákos, illetve Futács Márko a személyében. Tehát úgy látszik, hogy egyfajta tendencia az, hogy rutinos magyar játékosokat hoztok Fehérvárra, vagy azt is mondtam, hogy hoztok haza, hiszen Huszti Szabolcs tért haza gyakorlatilag egy évvel ezelőtt Magyarországra és a Vidibe, és most Elek Ákos személyében, hát ő egy visszatérő ugyan, Futács Márko is 28 éves, és egy rutinos labdarúgó. Ez tendenciának mondható, vagy egyszerűen így alakult? Nyilván annyiban mindenképpen tudatos, hogy amellett, hogy ezeket a játékosokat senkinek nem kell bemutatni, sem emberileg, sem szakmailag, de hát a legjobb magyar labdarúgók a komoly karrier után, külföldi karrier után esetleg arra adják a fejüket, hogy hazajönnek, akkor azt gondolom, hogy a legjobb klubba kell játszaniuk, hiszen ez a
és ebből a szempontból ez egyfajta stratégia is lehet, hogy ugye a Vidinek egyébként is a legjobb játékosokra van szüksége, hogyha ez meg még ráadásul magyar játékosok személyében jelentkezik, ez még fontosabb, ráadásul Elek Ákos, ugye a Vidi, ez is az szállal kötődik, Futásmárkot pedig az előbb is mondtam, ugye az, hogy Horváth gólkirály lett, ezután megsérült, de utána újra felépítette magát, én biztos benne, hogy ő is komoly minőséget képvisel, és az meg 100%-ot be fogja bizonyítani. Az előbb említetted ugye Huszti Szabolcsot, ő is bebizonyított, hogy nem véletlenül jött hozzánk, rengeteget tesz hozzá a csapat életéhez, az eredményességünkhöz. Ez a két játékos is be fogja bizonyítani meggyőződésünk. Jelenleg Ákos igazolását úgy kommentáltad, hogy bizonyos szempontból más típusú játékos, mint a posztriválisai. Mit értesz ez alatt, ezt kifejtenéd? Hát mindenképpen fizikálisabb játékosnak tekinthető, nagyobb nemzetközi tapasztalattal is, de annyiban más, ráadásul a ballábas és a belső középpályás posztján, tehát azért mondom, hogy ő tud hozzátenni a taktikai repertoárunkhoz, és tovább növeli a versenyhelyzetet a csapatba kerüléséből elvileg, hogyha mindenki jól áll hozzá, akkor minden ebből profitálhat minden játékos és a csapat is végső soron. Elek Ákos nem nagyon volt meccsben, ez mennyire látszott meg rajta felkészülés közben, mi a helyzet vele? Az elején látszott, de a lényeg az, hogy nagyon jól dolgoztak mind a ketten. Még azt is mondhatnám, hogy van még némi lemaradásuk, de ezért volt nagyon fontos, hogy már a felkészülés első napjaiban csatlakoztak a csapathoz, úgyhogy ha lesz is némi lemaradásuk, én azt gondolom, hogy ezt nagyon rövid idő alatt az ő hozzáállásukkal, ráadásul nagyon rövid idő alatt is nagyon könnyen be fogják tudni pótolni, és már rövid távon is a csapat segítségére lesznek. Ugye Elek Ákos számára azért is fontos, hogy haza tudott térni Kazaksztánból, mert hogy azért nagyon hiányzott neki a családja, és emiatt ugye a válogatottban sem szerepelt azt az időt, a válogatott szünetet inkább arra fordította, hogy feleségével és a két kisgyerekével legyen. Ugye most már itthon van, és többet tud lenni a családjával. Ez mennyit jelent egy futballista számára ez a háttérország, és adott esetben mennyit dobhat a teljesítményén? Hát én azt gondolom, mint én is családos ember vagyok, mindent jelent egy nyugodt, boldog családi háttér, úgyhogy megértem Ákost, ha emiatt is tért haza, hogyha nem tudtak együtt lenni, úgyhogy ez egy nagyon komoly háttér minden komoly futballistának, minden komoly embernek természetesen, úgyhogy, és most már nyitva van az út újra, tehát azt gondolom, hogyha olyan teljesítmény fognak nyújtani mind a ketten, akkor nyitva lesz előttük a válogatott kapuja, és meggyőződésem, hogy Marco Rossi kapitány is számít, vagy számíthat majd rájuk. És hát abban is biztosak vagyunk, hogy Elek Ákos azért nem elégszik meg azzal az egy bajnoki címmel, amit a Vidi mezében szerzett történetesen, ugye a nagy történelmi első bajnoki címet. Az érkezők mellett azért két fontos bejelentést is tettetek, mert hogy Fiola Attila és Stopira is meghosszabbította a szerződését. Az együtteset két kulcsjátékosról van szó, szóval azt gondolom nagyon nem is kell kommentálni, hogy mennyire fontosak ők a Vidinek, de mindenképpen jelzésértékű, hogy egy ilyen komoly ősz után is meg tudjátok tartani ezt a két kulcsjátékost. Igen, nyilván ez a játékosok és a játékosokat képviselő ügynökök nélkül sem mehetett volna, illetve a tulajdonosunk által biztosított erőforrások nélkül, és itt nem anyagira gondolok elsősorban, hanem arra, hogy tudunk fejlődni folyamatosan, akár a bajnokságban, akár a nemzetközi kupákban. Ez az ilyen típus, az ilyen kvalitásokkal bíró játékosoknak igenis nagyon fontos az, hogy milyen szakmai célokat tudunk mi kínálni nekik ahhoz, hogy itt maradjanak. És emellett természetesen nagyon fontos volt, hogy ők nagyon boldogok itt, és jól teljesítenek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ettől ők nem megelégednek, hanem még inkább motiváltak lesznek, hogy mi számítunk rájuk, de ők is számíthatnak ránk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közös sikert fogunk még megérni, sok örömet fognak okozni nekünk is, és a szurkolóknak is. Mikorában lehetett olvasni a sajtóban híreket, vagy híreszteléseket Vinicius kapcsán, voltak, vagy annak megkereséseit talán Olaszországból. Ezeket ugye, hát, hagyományosan nem kommentálta a klub, de felvetődik a kérdés, hogy esetleg hát mennyire indult be a zsesgés azon játékosok
körül, akik mondjuk letették a névjegyüket az Európa Ligában? Hogy más nem mondjak, Négo álomgólja például. Ilyen nálunk a Vidinél nagyon fontos az őszintesség és az egyenes beszéd. Úgyhogy az, hogy a sajtóban mit írnak, mivel foglalkoznak, ez nem a mi asztalunk, hogyha nálunk ez úgy működik, ha tényleg érkezik hivatalos megkeresés bármelyik játékos jelent, akkor mi ezt megbeszéljük az érintett játékossal, az ügynökével, mi a jó a játékosnak, mi a jó a klubnak. Senkinek nem akarjuk gátolni a karrierje további alakulását. Tehát ezt mi mindig megbeszéljük. Viszont visszatérve a konkrét válaszomra, az, hogy konkrétum nem volt egyébként egyik említett játékossal kapcsolatban sem. Én ezt mondanám egyébként, hogy nagyon meglepő. Úgyhogy ebből a szemben viszont nem szomorú a részünkről, mert nem, mert könnyebb ezeket a játékosokat akkor esetleg itt tartani, de lesznek még bejelenteni valóink, hiszen ami nagyon fontos, hogy a játékosaink mindegyik gyakorlatilag ugye hosszabb távon van a klubhoz szerződve, és ezt próbáljuk minden szempontból kihasználni. Egy klubot vagy egy csapatot is többféleképpen általában azért úgy lehet erősíteni elveink szerint, hogy a értékeinket, akik megérdemlik, megtartjuk, és ezekhez a játékosokhoz hozunk még olyan játékosokat, olyan személyet, akik tovább tudják erősíteni az egyébként is magas színvonalú munkát, és az öltözői hangulaton is javítanak, az egyébként is jó hangulaton tovább javítanak, és nem mondanak csak azért játékoshoz, hogy többen legyünk, kettővel, hárommal, annak semmi értelme, ami csapatunkat, klubunkat nem kell felépíteni, hanem csak erősíteni kell. Tervez a klub még igazolni? A látogatási időszak végéig? Tehát most télen? Én is olvasom a különböző honlapokat, ugye nagyon honlapokat, ugye nagyon divatos kifejezésével, figyeljük a piacot. Nyilván ez a dolgunk is. Nem vagyunk kényszer alatt, sem igazolási, sem eladási kényszer alatt, de ha tényleg olyan játékos van, vannak is a listáinkon, ugye mi szeretünk előre dolgozni, és a listánkon szereplő játékosok közül a tényleg olyan játékoshoz hozzá tudunk nyúlni, aki realitáson vagy el tudjuk hozni, meg tudjuk vásárolni, ha éppen kifut a szerződés, akkor lépni fogunk, folyamatosan egyeztetünk a tulajdonossal, egyeztetünk a vezetőedzővel, ilyenkor vele nyilván ezzel kapcsolatban a vezetőedzővel napi szinten kell beszélnünk, de hogy mondjam, az nem jó, hogy kényelmes helyzetben vagyunk, mert az a kényelem az megelégedettséget szül, az meg nem jó a sportban, inkább úgy mondom, hogy jó helyzetben vagyunk, mert van egy erős keretünk, ami nem azt jelenti, hogy kész van, és azt nem jelenti azt, hogy ne lehetne tovább erősíteni, úgyhogy ha valaki izgul, azért akkor azt tudom mondani, hogy szeretnénk még, de nem minden áron. Igen, a sajtóhíresztelésekre visszatérve még egy mondat elé, hogy Böde Dániel neve is állítólag felmerült a Vidin, az tényleg meglepő lenne. No de, beszéljünk én azt gondolom, hogy egy nagy hiányzóról, mert egy saját nevelésű játékosról van szó, és ebben a szezonban még nem is léphetett pályára, Géresi Krisztián. Mi van most vele? Hogy van? Hol tart a rehabilitációja? És annak a kedvéért, aki nem tudná, mi most a helyzet? Hát ez sajnos nagyon nehéz megmondani, hogy hol tart. Ami jelen pillanatban kijelentett, hogy a Krisztián dolgozik, mint ahogy az elmúlt több mint egy évben most már sajnos mindig dolgozott. Mi is megadunk neki minden segítséget. Több helyen is járt már, mert... Mi a diagnózis? Hát gerinc tájéki problémái vannak, és hát reméljük, hogy most már megtaláltuk az igazi okát, a fájdalom kiváltó okait. Dolgozunk rajta, Krisztián szerződéssel rendelkezik, ugyanúgy az értékként kezeljük, és várjuk vissza a pályára. Ugye hallottam én is mindenféle pletykákat vele kapcsolatban, nincs megbüntetve, nincs kirúgva. Várjuk nagyon nagy szeretettel vissza. Krisztián nyilván az akkor az igazi, hogyha a pályán van, de akkor is a klub értéke, saját nevelésű játékosról beszélünk, úgyhogy minden segítséget megadunk neki ahhoz, hogy visszatérjen a pályára. Térjünk vissza egy picit az őszi meneteléshez, az Európa Liga mérkőzésekre. Ezt milyen volt látni, hogy gyakorlatilag egy budapesti stadiont háromszor megtöltött a Vidi?
Hát ez életünk végéig nagyszerű emlékként fog minket kísérteni, vagy kísérni, de azt mondanám, hogy ezt lehet még überelni azzal, hogy az új stadionunkban is ugyanezt a hangulatot elhozzák a szurkolók, ezért mi ezen fogunk dolgozni, hogy BL, illetve EL csoportkörös meccseket tudjunk játszani a MOL Aréna Sóstóban is, az lesz az igazi, de nagyon jó volt a Gruppa Arénában is teltház előtt fogadni az ellenfeleket, és ráadásul ilyen remek mérkőzéseket játszani. Szerintem erre nyilván a vidi szurkoló, de szerintem minden magyar labdarúgás szerető ember büszke lehet. A visszajelzések alapján azok is az emberek. Volt olyan momentum, vagy olyan élmény, ami mondjuk rossz, és ami kísért téged, ha már... Hát a Bata elleni oda-vissza vereség, ugye, hogyha így utólag most már tudjuk, hogyha bármelyik meccsen x-elünk, akkor tovább jutunk a csoportból. Ennek valamiért így kellett lennie, azon dolgozunk, hogy akkor tudjuk ezeket a mérkőzéseket is abszolválni, hogyha majdnem 6 év után jut be újra a magyar csapat, ugye 6 év és a Vidi volt most megint, hanem jövőre is szeretnénk ott lenni, meg azután is, és akkor hozzá lehet szokni az ilyen mérkőzések által kínált kihívásokhoz, és akkor jobban tudunk felkészülni akár arra is, hogy 3 versenysorozatban legyünk készen, akkor lehet bármennyire is tényleg ilyen összeszereplés után azt mondta, hogy kiváló szezon tudunk, ugye a kupába is tovább jutottunk, a bajnokságban is csak 5 pont a hátrányunk, de hogyha ezt minden évben meg tudjuk csinálni, akkor a klub, a csapat is arra lesz kész adott esetben, hogy úgy tudjunk csoportkörben is szerepelni, hogy mondjuk a bajnokságot is vezetjük. Tehát mindig ugye új célokat kell kitűzni, ezek azok a célok, amit azt gondolom, hogy jogosan, reálisan kitűzhetünk magunk elé. Igen, sajnos ugye a 6. fordulóban a PAOK az, hogy kikapott a Borisovtól, végleg eldőlt a dolog. Pedig Szalonikiben téged szeretnek, mert hogy akkor, mikor ott játszott Szalonikiben a PAOK ellen a Vidi, az egyik sportnapilap egy egész oldalra cikket hozott le rólad, hogy visszatértél. Legalábbis Szaloniki egyik felében szeretnek téged, mert a nagy riválisnál... Igen, de azért a PAOK lefelé Szaloniki nagyon részét, hogy ebből a szempontból nem volt félnivaló. Hát többet vártunk, maradjunk ennyiben, többet vártunk a PAOK-tól, főleg hazai pályán, a Bata ellen, mégse a Chelsea-vel játszottak, de ennek az előbb már mondtam valamelyik kérdésre adott válaszomban, hanem valamiért így kellett történnie, vissza fogja még adni a jó Isten ezt nekünk, szerintem csak becsülettel dolgozni kell tovább. Mi volt számodra a katarzis, a legnagyobb élmény a menetelésben? Hát... Nekem a londoni 0-1 is ugyanolyan nagy öröm, ugyanolyan büszkeséggel töltött, ezt nagyon őszintén mondom, mert nagyon jó volt, hogy egy 40-50 ezer stadionban 1500 magyar szurkol a Vidinek, himnuszt énekelnek, ez egy fantasztikus élmény volt, és természetesen ugye a PAOK-ot, hogy oda-vissza megvertük, vagy éppen a utolsó hazai meccs a Gruppamában teltház előtt a Chelsea ellen ilyen góllal, ráadásul X-et tudtunk játszani, sorolhatjuk ugye a pillanatokat, ugyanúgy mondhatnánk a Ludogorets elleni visszavágott, ahol megvertük a selejtező sorozat legerősebb csapatát, de az AEK elleni oda-visszavágó mérkőzés is, ahogy az eltett, ahogy amilyen minőséget tudtunk mutatni egy BL playoff mérkőzésen a csoportkörről, hogy milyen közel voltunk a BL csoportkörhöz is, fantasztikus élmények. De ugye túl sokat nem szabad, jól látni a játékosokon, vagy éppen vezetőedzőn, túl sokat ugye ezzel már nem is szabad, meg nem is foglalkoznak, mert ebből már rég nem lehet megélni. Nekünk arra kell koncentrálni, hogy fogjuk megnyerni a bajnokságot és a magyar kupát. És ezek az emlékek ebben nagyon sokat már őszintén mondom nem segítenek. Minden esetre ugye sok mindent hozott a konyhára ez az Európa Liga menetelés, nem csak nívót, hanem azért forintosítva, vagy... eurósítva is, de hát ezzel nyilván jól kell sáfárkodnia egy klubnak. Meg is teszünk mindent azért, hogy jó helyre kerüljenek ezek az eurók. Van egy stratégiánk, azt szeretnénk követni, vagy azt kell követnünk, amit eddig is az elmúlt 3-4 évben. Szerintem jól látszik a fejlődés az eredményekben mindenképpen, de természetesen látjuk és tudjuk, hogy mik azok a pontok, ahol még sokkal erősebbnek kell lennünk, ezért is, mivel megvan bennünk a nyitottság, meg a tanulási szándék, ezért fejlődünk. Hát ha már beszéltünk a Gruppa más élményekről, akkor azért, ami szintén ilyen fontos, ahogy te is említetted, a MOL Aréna Sóstó
gyakorlatilag otthona most már a csapatnak, és hát ott is azért elég szépen oda raktátok magatokat, nem csak a stadionavatón, hanem például a zárófordulóban a Ferencváros legyőzésével. És ez mennyit jelent egy futballista számára, hogy tényleg hazai pályán játszhat? Felcsúcs sincs messze, de hát azért mégsem sóstó. Ugye 3 éven keresztül játszottunk idegenben gyakorlatilag a hazai meccséinket, és bármilyen kedves vendéglátóink voltak Felcsúton, az akkor sem a mi stadionunk volt, az egy albérlet volt, ott mi akkor is vendégek voltunk, nagyon vártuk, hogy hazatérjünk, és az, hogy 3-ból 3-at nyertünk, és persze majd minden sorozat egyszer meg fog szakadni, de majd reméljük, hogy nagyon sokára egyszer. De ahogy ezt a 3 meccset lehoztuk, ráadásul 3 rangadón, szerintem arra megint lehet építeni. És ahogy ugye mentünk előre, akár az Újpest ellen a nyitó meccs, vagy éppen utána a Honvéd, és a végén ugye feltettük az íre a pontot, mert az egy fantasztikus mérkőzés volt. Még ha sokan próbáljuk is agyon hallgatni, vagy másra kiegyezni a hangsúlyt, ez egy igazi jó labdarúgó mérkőzés volt, ahol azon az estén Jobbik csapat nyert egy nagyon jó, egy kiváló ellenfél ellen egy jó mérkőzésen. 5 pont van most a Ferencvárosa és a Vidi között. Milyen tavaszra számítasz? Mennyire lesz ismételten szoros a befutó vajon az NB1-ben? Hát nagy valószínűséggel az lesz, ez nem kell nagy jó tehetség. Nagyon izgalmas lesz végig, jó csapatok alkotják az élbolyt, és az elején nagyon sok minden, az első 8 fordulóban nagyon sok minden el fog dőlni, sokat nem hibázhatunk mi, sőt, nekünk kevesebbet kell, ugye, kevesebbet szabad hibázni, mint a legfőbb riválisnak tartott Ferencváros. Mindennek fogunk tenni, hogy címvédők legyünk. Mit gondolsz, mik a legfontosabb tanulságai a tavalyi csütörtök-vasárnap ciklusnak? Mert ugye ezt láthattuk, hogy mikor csütörtökön ment, akkor utána vasárnap nem annyira. Kivételt képez ez alól a Ferencváros elleni zárófordulón, mert ott a Chelsea és a Fradi ellen is parádézott a csapat, de ez azért nem volt mindig jellemző. Mik ennek a dolognak a tanulságai számára? Hát az, hogy amit az előbb mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy ha nem 6 évente jut be egy magyar csapat a csoportkörbe, akkor nem 6 évente fogja megtapasztalni azt, hogy mit kell csinálni csütörtök, vasárnap, vagy éppen szerda-szombat ritmusban. Tehát, hogyha ez minden évben tudjuk érni, vagy legalább 5 év alatt 3-4-szer, akkor tudjuk azt, hogy milyen kihívásokat jelent ez mindenkinek, a szakmai vezetésnek, a vezetőedzőnek, az edzői stábnak, a játékosoknak, az egészségügyi stábnak, tehát mindenkinek ezt úgy, hogy most tapasztaltuk meg hosszú idő után megint, és ugye évente változik a futball 6 év alatt meg nagyon sokat, tehát itt ebben tudunk előrelépni, hogy tudjuk jobban frissíteni, hogy kell megszervezni az egyébként jól megszervezett útjainkat, hogy lehet még tovább javítani ennek a minőségét. Ezek mind olyan tapasztalatok, amit csak akkor tudunk, amikor megéljük, akkor tudunk belőle profitálni. Nagyon sokat profitáltunk belőle, de hogyha megint ott leszünk, idén is ugye, majd augusztus végén megint elérhetünk megint egy csoportkört, akkor már tudjuk azt, hogy miből mi következik, mire kell jobban odafigyelnünk, mi az, amiben hibáztunk, mi az, ami jó volt. Így ezt tudjuk csak, hogyha saját bőrünkön tapasztaljuk meg, nem mások által elmondottakból. Amikor elindult ez a szép sorozat tavaly, akkor azt hiszem, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy közösen leültetek menedzsment, edző vezetés, szakvezetés, és megfogalmaztatok egy álmot, ami aztán hát realizálódott is. Most leültetek? Hát tavasz előtt? Mindig leülünk. Folyamatosan ugye ez egy olyan munka, olyan fontos a kommunikáció, olyan terveink vannak, amiben nyilván ugye involválódni kell ilyen fontos embernek, akár a tulajdonosra, akár szponzor, akár ügyvezető, vagy éppen a vezetőedzőről beszélünk. Vannak olyan dolgok, amiket napi szinten kell megvitatni, és vannak olyan dolgok, amiket elég havonta, 2 havonta. Ez is a feladatunk, hogy a fontos döntéshozókat bevonjuk a megfelelő munkafolyamatokban, senki sem tökéletes nálunk sem, mint ahogy a világon mindenhol így van. Az a lényeg, hogy bízunk egymásban, és tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk elérni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Hajrá, Vidi! Hajrá. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét. Viszontlátásra!